Rétvári Bence államtitkár szerint a Fidesz 20 éves adósságot törleszt azzal, hogy megszűnik az álláshalmozás, és kisebb országgyűlés alakul tavasszal. Jövő tavasszal ugyanis nem indulhatnak a parlamenti választáson azok, akik polgármesterek, illetve önkormányzati tisztviselők. Az ellenzék szerint a Fidesz például az új házszabállyal bábszínházat csinált az országgyűlésből. A közigazgatási államtitkár szerint ma 70 olyan képviselő van, aki több helyről kap fizetést. Ezzel az állapottal hosszú évek után az Orbán kormány szakított. Hon kormány idején nyitották meg annak a lehetőségét, hogy polgármesterek is, önkormányzati tisztségviselők is képviselővé válhassanak. Akkor tehát a MSZP-SZDSZ kormány nem arra használta fel a kétharmados többségét, hogy a nép igényét, egyértelmű állásfoglalását és elvárását megvalósítsa itt a parlament és kisebb parlamentet hozzon létre, hanem megnyitotta a politikai álláshalmozásnak a lehetőségét. Ezentúl sem polgármester, sem ügyvéd, orvos, üzletember nem lehet majd képviselő, de már a megyei kormány megbízott, vagy a járási kormányhivatal vezető is e falakon kívülreked. 150 millió forintnyi illetményt takarítanak meg a kisebb létszámú parlamenttel. Az LMP szerint a Fidesz érvelése cinikus. Szokásos fideszes blöff, hiszen soha nem látott mennyiségben szaporodtak meg a különböző kormány és miniszteri biztosok, kormány megbízottak. Az LMP azt követelte, hogy már most ebben a ciklusban vezessék be az álláshalmozás tilalmát, és erre nem voltak hajlandóak. Hogyha a következő országgyűlésben Orbán Viktornak a hatalmi érdekei úgy kívánják, akkor meg fogják találni a módját, hogy az akkori ugyan kisebb frakció tagjait is valamilyen módon kifizessék. Az MSZP átlátszó politikai hátsó szándékról beszél. Amikor a Fidesz politikusai azt hazudják, hogy különböző részletei ennek a választási törvénynek szerepelnek a világban, ebben a kombinációban, ebben a demokrácia mentesített kombinációban sehol nincs a világon. Tehát ennél kevésbé demokratikus már csak ott van, ahol nincsenek választások. Mi végre a kisebb parlament az álláshalmozás megszüntetése, ha a többség zárójelbe tette a parlamentarizmust? Kérdi a PM. A tavaly évben rekordszámú 254 törvényjavaslat ment át a parlamenten, és ebből mindössze 2 darab volt ellenzéki javaslat. Az új házszabállyal az ellenzék szerint szűkült a vitatere. A Jobbik arra hívja fel a figyelmet, a bizottságokban ma bianco aláírásokkal történik a helyettesítés. Egy bizottsági munkában részt nem vevő képviselőt lehet helyettesíteni, és a helyettesítő 2 kézzel szavaz, míg nem tudjuk, hogy hol jár az egyébként másik főállású képviselő. Egyébként meghagyták a kiskaput az ügyvédek számára is, hogy hogyan tudnak mégiscsak jövedelemhez jutni, annak ellenére, hogy minden erőjükkel a parlamentben kellene dolgozniuk. Összeférhetetlenség ide vagy oda, az ügyvédi irodából és azokból a cégekből is lehet majd pénzt kivenni, ahol az illető képviselő nem tisztségviselő. Az önkormányzatoknál ugyanakkor az összeférhetetlenség ennél sokkal szigorúbb, állítja az országgyűlés alelnöke. Gőzerővel zajlik a munka a parlamentben, ezúttal nem a szó verbális, hanem fizikai értelmében. A kisebb parlament miatt kevesebb székre lesz szükség, ezért átalakítják az alsóházi termet. A január 20-án induló tavaszi ülésszak üléseit még a felsőházi teremben, az új parlament első ülését pedig már az átalakított alsóházi teremben tartják. A parlament, amikor elkezdi január végén, február elején az ülésezését, már a felsőházi teremben fog ülésezni, ameddig a kisebb parlamenthez átalakítják az alsóházi ülésteremnek a berendezését. A kisebb parlament a 199 képviselő sokkal inkább illeszkedik az ország mérethez. Európában legalábbis az arányosság elve miatt indokolt a létszámcsökkentés, véli Rétvári Bence. A képviselők még téli szüneten, de az üléstermet gőzerővel kicsinyítik. Január 20-án indul az országgyűlés, de az alsóházi terem egyelőre teljesen alkalmatlan a munkára. A patkó 2 szélét már szétszerelték, a feleslegessé váló szavazógépeket most szedik szét. A páholyok hűlt helyen látható körbe-körbe, és a pulpitus is le van takarva, hogy ne sérüljön meg. Mintegy 200 széket kell kivenni a helyéről, és a számítógépes hálózatot is felszedik a feleslegessé vált helyekről. Ahogy látszik, gőzerővel folyik az országgyűlés ülésterme körül az átalakítás. Bent a padozatokat kicserélik, 46,8 millió forintba kerül, a Pápai Asztalos Kft. Végzi a munkálatokat, amelyek február végéig tartanak, addig az országgyűlés átköltözik a felsőházi terembe, egyébként pedig 250 hely marad az alsóházban. Az ATV híradót Somos András tudósította.